Kossuth, Görgei, Klapka vagy éppen Perccel Mór, csak néhány nagy név az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc ideje alatt vendégeinkkel, Herman Róberttel és Kedves Gyulával, ezekről a nagy személyiségekről fogunk beszélgetni. Köszöntöm a nézőket. Ha csak egyetlen egy embert kellene kiválasztani, aki valamiért fontos önöknek, izgalmas a személyisége, akkor ki lenne az? Hát számomra mindenképpen Görgei Artúr, aki a szabadságharcnak talán a legcsillogóbb tehetségű magyar tábornoka volt egy európai összehasonlításban, és szerintem kiváló hadvezér, akinek a tetejében a pályája végigkíséri egész 1848-49-et, hiszen 1848. júniusában kerül be a frissen szerveződő honvédségbe, egy honvéd zászlójának a századosaként. 48. július-augusztusában már különböző fegyver és lőszer beszerzési, illetve gyártási tárgyalásokat folytat, tehát a magyar hadipar megteremtéséből is kiveszi a részét Bécsújhelyen, illetve Prágában. 48 őszén az önkéntes mozgó nemzetőrség egyik táborának a parancsnoka, aztán dandárparancsnoka Lajtai magyar hadseregben. Előtte az egyik legnagyobb magyar siker az ozorai diadal, az többek között az ő nevéhez is fűződik, Perccel Mórén is. Csopó Vilmosén kívül, 48. novemberétől pedig az akkori legnagyobb magyar hadseregnek, a Feldunai hadseregnek a parancsnoka. Ugye egy olyan emberről van szó, akinek egyébként 1848 előtt nem volt nemhogy nagy háború, semmilyen háborús tapasztalata. Később hadtestparancsnok, majd pedig 1849 áprilisától 49 júliusáig a magyar főseregnek, és gyakorlatilag 49 májusától az egész magyar haderőnek a fővezéréről van szó, és a végakkord is az ő nevéhez fűződik, hiszen az ő hadseregének a Szőlősi mezőn történt fegyverletétele fejezi be katonai értelemben a szabadságharcot, utána már csak utóvétharcok folynak az egész országban. Görgeiről még szó lesz, de kíváncsian várom Kedves Gyulának, ki a legizgalmasabb személyisége. Én Klapkát gondolom amiatt, mert Klapka György testesíti meg nem is annyira 1848-49 folyamán, hanem a szabadságharcról ítélkező és a szabadságharcot feldolgozó utókor szemébe a szeplőtelen embert, aki mindvégig kitart, mindvégig harcol, emigrációban is a magyar függetlenség érdekében ténykedik, hiszen még légiókat is szervez, hiszen Magyar Nemzeti Igazgatóság, azt meg aztán mindenki elfelejti, hogy 1867 után ő is hazajön, országgyűlési képviselő lesz, beáll a dualizmus építők körében, akik megbékülnek Ferenc Jóskánkkal. Valahol ő sokkal kompromisszumkészebb volt. Ő mindig igyekezett a politika és a katonai vezetés közötti egyensúly megtartásán. Ő igyekezett szót fogadni Kossuth Lajosnak még akkor is, hogyha nem minden esetben értett vele egyet. Azzal, hogy teljesen véletlenül egyébként, ő volt Komárom erődnek és hadseregének a parancsnoka, és utolsóként hagyja abba a harcot, ráadásul ki tudja vívni az ő alatt lévő katonaságnak gyakorlatilag az amnestiát, majd aztán megalkuvás nélkül az emigrációban tovább, és a magyar függetlenség apostola, így a magyar történetírásnak és a magyar történeti közgondolkodásnak egy nagyon hálás témát adott, az igazi szabadságot. Azt gondolom, hogy viszont nem szabad, hogy egyetlen egy személyiséget kihagyjunk, aki már itt többször szóba került, ez maga Kossuth Lajos. Hiszen mi általában mindig a katonákról beszélünk, de azért ne feledjük el, hogy ezt az államot működtetni kellett, és az, hogy ez az állam ez működni tudott 1848. októberre után egészen 1849. augusztusáig, és az egymással sokszor veszekedő, rossz viszonyban lévő tábornokok között meg lehetett teremteni egyfajta egyensúlyt, rá lehetett bírni őket arra, hogy együttműködjenek egymással. Ebben kétségkívül Kossuth Lajosnak volt a legkomolyabb szerepe, hiszen egy hadsereg az nem létezhet a társadalom és az állam nélkül. A hadsereg az a háborús időkben gyakorlatilag az államnak a koncentrált megjelenése, de kellett valaki, akinek a szavára ugye a nép hajlandó tömegesen felkelni, hajlandó kiállítani az újoncokat, hajlandó hadiadót fizetni, hajlandó ellátni ezt a hadsereget minden jóval, hajlandó elviselni a vereségeknek a hírét, és hajlandó arra is, hogy ha kell, akkor mondjuk kaszát kapát ragadva a Tisza vonal védelmében, vagy a Duna vonal védelmében fölvonuljon, és kellett valaki, aki egyébként ennek az egésznek a törvényes hátterét is biztosítja. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon 1848-49-ben nem diktatúra volt az,
az önvédelmi, majd pedig a függetlenségi harcot vezette, hanem ennek mindvégig megvolt a parlamentáris alapja. Tehát azok a határozatok, azok a törvények, amelyek lehetővé tették a hadseregnek a kiállítását, ezek mind a parlamentben születtek, és ezeknek a végrehajtásában, illetve a kezdeményezésében Kossuthnak és a munkatársainak nagyon komoly szerepük volt. Ő teremti meg egyrészt azt a nemzeti összefogást, másrészt pedig azt a propaganda erőt, amivel a föld népét a zászlók alá lehet állítani. Kis túlzás talán, de hogy megmagyarázzuk, hogy miért van Kossuthnak ilyen szerepe. Görgeheinek, Damjanésnak és Klapkának már viszonylag könnyű dolga volt a kész anyaggal megvívni a csatákat, azt elérni, hogy az emberek tudatosan magukénak tartsák ezt a harcot, és odaálljanak. És nem csak a katonának valók, hanem a föld népe. Sok esetben ezt tökéletesen lehet érzékelni a visszaemlékezésekből, a korabeli jelentésekből, sok esetben a saját szájától vonja el a falatot, hogy etesse azt a hadsereget, amelyet azért hoznak létre, hogy egy általa nem is nagyon ismert új polgári Magyarországot teremtse meg. Tehát ezt a nemzeti összefogást, ezt a, ennek a dolognak a mai szóval kommunikációját mesterfokon Kossuth végezte. Tehát mégiscsak ő ennek a szabadságharcnak nem csak arca, hanem vezér. Még egy dolog volt nagyon fontos Kossuth szempontjából, amit manapság kicsit kezdünk elfelejteni, mert nincs látványos jele. 48-nak a döntő társadalmi átalakulása a jobbágyfelszabadítás, a állami kárpótlással történő jobbágyfelszabadítás, ez két embernek a nevéhez, Kossuthéhoz és Batthyányihoz kötődött a nép köztudatában. És ezért is volt az, hogy Kossuth ilyen hatással lehetett a néptömegekre. Tehát, hogy úgy érezték az emberek, hogy itt jogokat kaptak, tulajdont kaptak, és ez megér annyit, hogy ennek a védelmében akár a harcot magát is vállalják. Itt még egy sajátos paradoxonra szeretném fölhívni a figyelmet. Ugye nagyon érdekes, hogy a szabadságharc hadseregébe ugye különböző rangokban kerülnek be ezek a tisztek, és általában nem azok válnak be a legjobban, akik a legmagasabb rangban jöttek át, tehát mondjuk egy Mészáros Lázár, aki ezredesként jött, vagy Kisernő, aki szintén ezredesként jött, alapvetően hadvezérként elég csapnivaló volt. Hanem sokkal inkább ez a főhadnagyi, századosi, maximum őrnagyi rangban szolgáló társaság volt az, amelyre még nem égett rá annyira a mindennapi rutin, nem égett rá teljes egészében az, hogy a szabályzatok alapján mit és hogyan kell csinálni, hanem sokkal több volt bennük a kezdeményező készség. Ugye Engels fogalmazott úgy Görgeivel kapcsolatban, hogy ugye még tojáshéjként rajta van a taktikai aprólékosság. Ugyanakkor volt még egy nagy előnyük, hogy alantos tisztként vagy beosztott tisztként nagyon jól ismerték azokat az embereket, akik nekik ezredparancsnokaik, hadosztály, dandár, hadtest vagy akár főhadparancsnokaik voltak. És ezért tudták, hogy mit engedhetnek meg velük szemben. Ugye Görgei például szolgált Windisgrécz alatt az 1840-es években Prágában, és valamelyik levelében azt írja róla, hogy Windisgrécz herceg szerint az embernek azért van a feje, mert azon vannak a szemei, amivel látja, amikor a kezének az ujjaival levágja a lábának az ujjairól a körmöket. Uh-huh. Azaz nem a gondolkodás, nem a gondolkodás. És 49 tavaszán, amikor megindul a tavaszi hadjárat, és Görgeinek mondják, hogy azért kockázatos ez a haditerv, hogy hát nagyon messze eltávolodnak egymástól ezek a magyar oszlopok, azért ez egy komoly hiba lehet. És azt mondja, egy Windisgrécz herceggel szemben az ember még hadműveleti hibák elkövetését is megengedheti magának. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly előny volt, hogy alulnézetből sokkal jobban kiismeri az ember ugye az előjáróit, mint hogyha mellettük vagy közvetlenül alattuk szolgál. Hát igen, furcsa helyzet volt, ugye, mert ők is ismerték az osztrákokat, de mivel ők ott szolgáltak, együtt tanultak is akár, ők meg a magyarokat ismerték jól. Szóval valami, ha valaki valami meglepőt tudott húzni, akkor az lehetett. Igen, csak a császári oldalról olyan szinten nem foglalkoztak a magyar hadvezéretnek a dolgaival, hiszen egy Windisgrécz herceg talán találkoztak nyilván Görgei, pontosan emlékezett rá, Görgei megnézte magának, és értékelte. Egy császári altábornagy, egy egyszerű huszár főhadnagy, az nem foglalkozott vele. Tehát a császári királyi csapatoknál ezekről a fiatal főhadnagyokról, százosokról semmiféle elképzelésük nem volt. Ezeket nem ismerték, hát ebből 12 volt egy tucat. Bemnek talán a legértékesebb katonai tulajdonsága az a vesztett helyzetek ellenismerése volt. Ő soha nem tette volna le a fegyverét. Ez teljesen bizonyos. Ez is egy értékes tulajdonság, a katonákra nagyon erőteljesen lehet hatni. De mindenek fölöttiségben ne reménykedjünk ebbe a dologba. Nagyon érdekes ez a Bem sztori,
A magyar-lengyel katonabarátságnak az egyik legnagyobb idolja, és teljesen jogosan. Miért lett ő a magyar szabadságharc? Mert sikeres volt. Uh-huh. Hogy apu? Hát kedvelték. Ez nagyon érdekes dolog, ez az apózás. A 19. század közepén nem csak Vemmapó volt Vemmapó, hanem Radetzky apó is apó volt. Aha. Pedig hát aztán nem az emberek szabadságáért harcolt. De mondjuk 30 évvel idősebb volt bennél, azért tegyük hozzá. Jogosabb volt az apó rá, de leginkább az apóság abban mutatkozott meg, hogy a katonák, akik lehet, hogy a következő nap már meg fognak halni, szeretnék, hogyha a minimális gondoskodás megtörténik róluk. Enni, inni való legyen, és a feladat, amit kitűznek számukra, az megvalósítható legyen, és ennek a feladatnak a megvalósításában mutasson példát a hadvezér. És hogyha egy ilyennel találkoznak, akkor azt nagyon kedvelik. Most, hogyha az egész hadszintérre befolyás gyakorló ütközeteket, csatákat kellett volna neki vezényelnie, akkor nem biztos, hogy mi olyan nagyon nagyra tartanánk Vemmapót, mert az erdélyi hadszintéren bizony szalad bele súlyos pofonokba, olyan pofonokba, amiből a kirábolás csak úgy történhetett meg, hogy segítséget kapott. Ez a legendás január végi, február elejé eseménysor, amit Petőfi úgy énekelt meg, hogy 4 nap dörgött az ágyú vízaknos Déva között, és bizony, hogy a Dévánál nem jön a saját hadereje romjainál 4-szer, talán 5-ször erősebb magyar utánpótlás, magyar segélyhad, amit Damjan is küld fel hozzá Aradról, akkor Piskihídnál nem történik meg a fordulat, és akkor nem biztos, hogy Bemet mi olyan nagyra tartanánk. De ez a mi lett volna, ha a kérdés, furcsa, miután ő mesteri módon ki tudta használni az ellenfélnek a botlásait, és nem ismert vesztett helyzetet, így a bakikat is helyre tudta állítani, és azután, hogy gyakorlatilag majdnem seprűvel szórták ki Erdélyből, ezt követően alig egy hónappal kiveri Erdély területéről a császári király haderőt. Hát ez egy óriási siker. És azért tegyük hozzá, hogy az erdélyi hadszintéren hozzá hasonló tehetségű tábornok vagy katonai vezető egyetlen egy nem mutatkozott. Tehát az, hogy az erdélyi hadjárat 49 telén, 49 tavaszán sikeres lehetett, és mondjuk 49 nyarán is legalább a fő hadműveleti célok egyikét tudnélik az orosz inváziós seregnek az Alföldre való kijutását sikerült megakadályozni, ebben benne kétségkívül óriási érdemei voltak. És Dembinszky de mennyire volt sikeres? Hát Dembinszky az a magyar szabadsághoz fekete macskája volt. Ugye valamikor az emigrációban Ludwig János kormány biztos írta róla azt, hogy vitte volna el a manó. Akár erőteljesebb kifejezéseket is használhatnánk. Ugye róla úgy gondolták, hogy miután egy európai hírű hadvezér, aki a Litvániából Varsó alá történő visszavonulással szerezte a hadvezéri hírnevét, hogy Magyarországon is be fog válni. Na most ugye egyetlen egy dolgot tanult meg, azt is rosszul a hadvezéri működése során, ez az állandó visszavonulás. Tehát ő, amint megkapja a magyar fősereg parancsnokságát 49. februárjában, azonnal védekezni kezd egy olyan ellenséggel szemben, amelyik éppen megpróbál egyesülni a császári főerőkkel, itt a Schlick-féle hadtestről van szó. Teljesen indokolatlanul állítja le az üldözést, utána a kápolnánál vívott nagy döntő csatában tökéletesen félreismeri a helyzetet, nem adja ki időben a parancsot a hátul lévő tartalékoknak a bevonulásra. Amikor azok mégiscsak megjönnek február 27-én a délutáni órákban, egy alapvetően nem rossz taktikai pozícióban, tudnélik a honvédseregekkor már egy magaslaton foglal állást, a császári csapatok ki vannak fáradva, ahelyett, hogy folytatná a csatát, elrendeli a visszavonulást, másnap hiába győznek egy hátvédi ütközetben a honvéd csapatok, újabb visszavonulást rendel el, és ugyanezt mondhatjuk el az egész hadvezéri működéséről, tehát ugye Görgei, aki nagyon nem szerette őt, és élete végéig csak a legteljesebb megvetéssel volt hajlandó róla nyilatkozni, ugye azt mondta, hogy Dembinszky azon kevés hadvezérek közé tartozik, akiknek nevéhez egyetlen fogoly, egyetlen zászló és egyetlen zsákmányolt ágyú nem fűződik, viszont a szabadságharc katonai katasztrófája az egyértelműen az ő rovására írható. Természetesen nem azt mondom, hogy ha ő nem lett volna, akkor megnyerjük az oroszok ellen a szabadságharcot, de az, hogy még a végén is Temesvárnál a déli magyar fősereg egy rossz pozícióban veszítette el a döntő csatát hajnóval szemben,
és még arra sem volt lehetőségünk, hogy mondjuk Aradnál egyesülve Görgeivel ugyanez a hadsereg megpróbáljon az oroszok beérkezése előtt egy nagy döntő csapást mérni a császári főseregre, ebben bizony Dembiszkinek óriási felelőssége van. Ugye, hogyha Kossuthnak volt rossz döntése, akkor az nem is a Dembinszki 49. februári fővezéri kinevezése volt, mert akkor még nem lehetett tudni, hogy mit lehet tőle várni, hanem az, hogy 49. július 31-én ő rábízta a déli magyar fősereg parancsnokságát, akkor már tökéletesen lehetett tudni azt, hogy ez az ember ez mindenre alkalmatlan. Azért ez egy érdekes döntés volt, nem? Mit mond Kossuth, hogy miért választotta ki? Hát azért ott több kudarc is volt. Jobb híján. Jobb híján? Hát ugye még ez sem feltétlenül igaz, hiszen a délvidéki, jó, ugye Görgei távol volt, Percelmór éppen az előző nap mondta fel az engedelmességet a minisztertanács ülésén, de hát ott volt a délvidéki hadseregnél Fetter Antal, akinek a vezetésével éppen előtte foglalták vissza a Bácska és a Bánság nagy részét, fölmentették Péterváradot, defenzívába kényszerítették a Jelosics déli hadseregét. Nem tudjuk máig sem egyébként, Kossuth az emigrációban erről soha nem nyilatkozott, hogy ő miért Dembiszkit választotta ebben a helyzetben és miért nem Fettert. Tehát ez egy nagy tisztázatlan döntés. A későbbi irataiban mindig úgy tett, mintha Dembiszki egyszer csak hip-hop fővezér vált volna, és nem ő nevezte volna ki. Talán erre valamiféle magyarázat ad az is, hogy Fetter nem megy föl a csapataival, csapatai döntő részével az összpontosítás helyszínére, Szegedre. Ő úgy fogja fel, hogy továbbra is a délvidéki hadszíntérnek a főparancsságát látja, tehát ott már nem nagyon van katonot, nem nagyon van mit csinálni, és ismerve a januári helyzetet, amikor szintén megkínálják fővezérséggel Fettert, akkor egyértelműen elutasította. Én gyanítom, hogy most is valami hasonló dolog volt, hogy Fetter jelezte, hogy ő ebben a vesztes helyzetben már nem kívánja a fővezetőséget ellátni. Uh-huh. Most Dembiszki féle kép árnyalásához egy-két szót, nem is annyira védelmébe, hanem inkább talán magyarázatképpen, hogy az a csapnivaló hadvezér működés, amit valóban itt végigvitt Magyarországon, ennek talán az is a magyarázata lehet, hogy mitől is várnánk el tőle, hogy jobb teljesítményt nyújtson, hiszen úgy esett bele a dologba. Az igazi rejtély ebben a történetben leginkább az, hogy Dembiszki már Párizsban, amikor Teleki felkínálja neki azt, hogy álljon magyar szolgálatba, lerúzzíti, hogy bármiféle beosztást szívesen elvállal, de fővezére a szabadságharc hadseregének semmiképpen nem akar lenni. És amikor megérkezik, akkor is többször ezt kinyilvánítja, aztán valahogy mégiscsak, hát hiú ember egyébként, amikor megkínálják el ezzel a dologgal, akkor már elfogadja. De miért is kerül erre az egész dologra a sor? Itt azt gondolom, hogy Kossuth személyügyi politikájában van a probléma. Ő annyira fél attól, hogy a bizalma megingott Görgeiben. Semmi szín alatt nem kívánja, hogy ő legyen a teljes magyar haderő fővezére. Volt, akik fel tudtak nőni a feladathoz. De erre a nyári hadjárat a legjobb példa, éppen a vágmenti ütközetek, amikor még egy utolsó esélyünk volt, hogy a kezdeményezést megtartsuk, és ott a császári királyi csapatok arcvonalát át kellett volna törni, ott meg kellett volna verni őket. Ekkor, most ne menjünk be a részletbe, hogy miért nem, az a hadvezéri gárda, aki a tavaszerzot végrehajtotta, nem volt kéznél. És a pótlásokra kiválasztott emberek, túlnyomó szintén tábornokok, egyértelműen nem tudták ellátni azt a feladatsort, amit előtte két hónappal az elődeik el tudtak végezni. Normális haderőben is nagyon nehéz a parancsnokváltás, de normálisan működő haderőben a parancsnokok, tábornokok kinevelése az egy megadott terv szerint folyik, és jól-rosszul azért tudják egymást helyettesíteni. A szabadságház során ez nem történt meg. Voltak nagyon nagy hadvezéri talentummal rendelkező emberek, akiket felemelt a történelem, de Damenics eltörte a lábát, kiesett a sorból, nem volt, aki pótolja. Aulik nagyon megromló egészséggel képtelen volt a betegszabadságra ment. A csapatok. Igen. Nem egyszer csak betegszabadságra ment, ő tényleg képtelen volt arra, hogy a harc szintéri megpróbáltatása közepette irányítsa a csapatait, és akit a helyébe állították, nem tudta olyan szinten pótolni. Tehát 1849 tavaszára
kiemelkedett egy tábornoki, hatesparancsnoki gárda, de amikor ezek valamilyen ok folytán kiestek a dologból, vagy más megbízatást adtak, egyébként Klapkának a hatesparancsnoki helyettesítése sem oldódott meg, amikor őt elviszik ideiglenes hadügyminiszternek, majd pedig megkapja a Komárom erődparancsosságot. Tehát nem volt elég jól képzett káderünk. De mi a fenétől lett volna, hiszen erről beszéltünk, hogy hadnagyokból, főhadnagyokból és századosokból váltak ki ezek a hadvezérek, és bizony, nem ment egyszerűen. 1848. novemberében, decemberében, még januáriában is jó néhány olyan félresírkott katonai karriert ismerünk, ami a köztudásban nem ment át, mert nem váltak belőlük nagy hadvezérek, de ugyanazt az utat járták volna végig, mint Damjanics vagy Görgei, csak nekik nem sikerült. Tegyük hozzá, hogy mondjuk a 49. április vége után kinevezett tábornokok közül én legfeljebb kettőt tudnék mondani, olyat, aki minden tekintetben bevált, ugye Leiningen, Westerburg, Károly mondjuk a harmadik hadtest élén, és némi megszorítások, Metti György, aki egy önálló hadosztály parancsnoka lett, és a jellemző, hogy a temesvári csatában már az egész magyar hadsereg visszavonulóban van, amikor Metti még mindig támad a magyar balszárnyon, és nem tudja, hogy elveszítették a csatát, és aztán később az oszmán hadseregben is egyébként tábornoki rangot ér el, és kiválóan harcol a krími háborúban. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fő eseményeiről és fő személyiségeiről beszélgettünk vendégeinkkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra!